Na, ez a második szerelési napunk, és végre fölküzdöttük az első panelt. Na, és így néz ki. Jelenleg eddig vagyunk készen. Most pedig megmérjük, mielőtt feltesszük a paneleket, hogy van-e rajta feszültség. És akkor a pozitívat a pozitívra. Ugye az apuka az mindig a pozitív, de én direkt egy piros szálat dugtam bele, azért, hogy biztos legyen a dolog. És 43,97, tehát 44 volt jött le. Gyorsan ki is húzom, hogy véletlenül se érjen össze. Jó, tehát ezt azért kell, mert a csatlakozóba egyébként nem tudjátok beledugni ezeket, legalábbis én nem tudtam, mert olyan hülye csatlakozója van, hogy nem ért hozzá. Úgyhogy két szolár kábellel hosszabbítottam meg, viszont ezt vigyázzatok, hogy ne fogjátok meg, azért ne napon csináljátok ezt a mérést, hanem így az árnyékban, ahogy én is tettem azt. Na, visszük is fel a következő panelt. Itt nagyon fontos, hogy amit elvágtok, az teljesen egyenes legyen. Tehát, hogyha nem egyenes végeket vágtok, akkor nem fog jól illeszkedni egymáshoz a két alumínium tartósin. Ezért mindenképpen egy ilyen darabolóval érdemes elvágni. Nézzétek, hogy így tökéletes. Ezt úgy lehet elérni. Beletesszük ide. És itt is síkolnia kell. Vezetősínnel itt is síkoljon. És mellékesen még rátesszük a vízmértéket is, aminek szintén vízben kell lennie, akkor tudunk egyeneset vágni. Tehát ez nagyon fontos, hogy így vágjátok el. Hogyha nem alumínium darabolásához használatos korongot használtok, akkor nem egyszerű elvágni egyébként. Tehát ebben az esetben többször neki kell futni, mert lehet látni, hogy terjed a hő az alumíniumban. Tehát nem az a cél, hogy megolvasszuk azt, hanem van külön alumínium vágó korong, és a Flexhez ahhoz vettem, majd azt is megmutatom nektek, hogy hogy működik, viszont itt ehhez nem vásároltam én ilyen nagy korongot. Na, gyorsan le is vágjuk, mert lassan ránk sötétedik. Egy tesztelőeszközt fogok elkészíteni, és nem véletlen, hogy egy mindent láthattok itt az asztalon, mert még most hoztam meg a döntést, hogy egyáltalán hogyan is szereljem össze. Egy három darab izzóból álló, azaz ilyen H4-es izzóból álló tesztelőkészülék lesz. Arra számítottam, hogy megegyezik majd ennek a csatlakozója ezekkel a csúszó sarukkal, de sajnos tévedtem. Úgyhogy most majd lecserélem a multiméterem vezetékét is ezekre a hosszabb tűs érintkezőkre, azért, hogy hozzáférjek a csatlakozó belsejéhez is, így nem kell beletennem egy szolárkábelt, ahogy ezt eddig tettem a méréseknél. Na, úgyis be lehet sajnos kötni, hogy mind a kettő izzószál világít, az már nekünk sok lenne, és mivel ez az izzó egy ilyen áramkorlátozóként is funkcionál, nem fog kárt tenni az izzóinkban. A forrasztáshoz használni fogok ilyen forrasztókrémet is. Ezzel szépen bekenem itt ezt a felületet. Sajnos az elektromos forrasztóval sokra nem mentem, úgyhogy most megpróbálkozom ezzel a gázossal. És azért, hogy ne legyen szigetelve és még véletlenül se érhessen össze semmivel, ezért egy zsugorcsővel is én még ezt itt szépen lezárom. Ne tudjon egymással érintkezni. Jöhet is a következő izzó. Szuper! No hát, nagyjából így fog kinézni a füzérünk. Mindjárt hozzáforrasztom még a harmadikat is, és aztán mehetünk is fel a napelemekhez. Amint látjátok, el is készült a nagy mű. Le van szépen szigetelve mindenhol. Csak a két érintkező vég az, ami szabadon van, és ez direkt ilyen szolárkábellel, 6-os szolárkábellel szereltem, azért, hogy beleférjen a csatlakozóba. Hát legjobb lenne egyébként egy szolár csatlakozót rá rögzíteni és azzal kipróbálni. Csak az elég drága mulatság, mert körülbelül egy jó minőségű ilyen szolár csatlakozó, egy MC4-es csatlakozó, az körülbelül 1000 és 2000 forint között van, úgyhogy én ezt most kihagynám, hogy ezt feláldozzam erre a célra. Na, úgyhogy sorban vannak kötve ezek az izzók, és most megyünk fel a tetőre, és megnézzük ezzel, és meg még egyszer feszültségmérővel is végigmérem. Most jelenleg felhős idő van, úgyhogy túlságosan valószínűleg nem fog világítani. Nem tudom, látszik-e, remélem látszik a multiméteren, hanem akkor mondom, 45,56 század volt jön le, így, hogy gyakorlatilag felhős az ég. Tehát ez volt a feszültségmérés.
lábam látszik, tehát világítanak az izzók, még így is, hogy gyakorlatilag felhős az idő. Tehát ez a tesztnek a lényege, hogy lemérjük azt, hogy milyen teljesítmény jön le a napelemről, hogyha ennyit le tud adni, hogy egy 155-160 wattot fel tud villantani, akkor nagy valószínűséggel nincs probléma a napelemünkkel. Nos, a Napelem Project napelem részének első részével vagyunk kész. Fölkerült 8 darab tábla, 9-et terveztünk egyébként, csak jól megszivatott bennünket ott az a tetőtartó, ahová ugye az elektromos áram betápja beérkezik, mert nem tudtuk oda betenni hosszában állítva a napelemeket, hanem keresztbe kellett betennünk egyet, és nagyon nagy mákunk volt, hogy éppen pont akkora volt a sineknek a távolsága, hogy ezt meg tudtuk tenni. Tehát, hogyha buktatókat nézzük, akkor ezt már is mondanám nektek, hogyha vízszintesen szeretnétek egy-két táblát betenni, akkor nagyon figyeljetek oda, hogy hova teszitek a tetőkampókat, mert a sinek, hogyha nem abban a pozícióban vannak, hogy keresztbe azt az egy métert átérje, akkor nagyon megszívjátok majd, akkor újra kell az egészet tervezni. Úgyhogy nálunk hál' Istennek ilyen nem volt. És az volt a terv, hogy oda is állítva tesszük be a napelemeket, de majd mindjárt fent megmutatom, hogy végül miért döntöttem úgy, hogy mégsem így tesszük be, mert el lehetett volna így is helyezni a napelemeket, semmi gond nem lett volna. Tehát lecsúsztatjuk, de mindjárt mutatom, hogy miért nem így döntöttünk. Darázsírtó spria barátunk fönt a tetőn, bár nem sokat értünk oda egyébként, mert folyamatosan, ahogy verejtékeztünk, folyamatosan jöttek ezek a fránya darazsak. A napelemeket itt küzdöttük fel a létrán, méghozzá úgy, hogy ide a táblát azt hozzá fektettük a létrához, és így a létrán szépen föltoltuk ide a tetőre. A tetőről ez egy lapos tetőszinte, és oda pedig én fölhúztam, és így vittük a helyére. No, és így a délutáni naplementében mutatom nektek, hogy ilyen lett a végeredmény. Nyugodt szívvel merem mutatni, mert ebből a borzasztó hullámos tetőből sikerült kihoznunk egy teljesen sík napelem felületet, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk magunkra. Én azt gondolom, hogy mivel először csináltam ilyet, ahhoz képest nagyon jól sikerült szerintem ez a projekt. És rögtön beszéljünk is a szivatós pontokról. Nem egyenes a tető, ezért itt a tetőkampóknál, amit látjátok, alsó csavarállásban van a sín, ami azt eredményezi, hogyha pont ide jön ki a napelem a szélre, akkor az ki fogja támasztani. Nézzétek itt is, mennyire túllóg. Tehát egyébként elmegy a napelem alatt, tehát hogyha napelem alá esik, akkor simán elmegy, mert pont úgy van ez tervezve, hogy ezt a 4 cm, illetve 3,5 cm-t azt elviselje. Tehát hogyha ide jönne a napelem széle, az már nem probléma. Viszont hogyha erre esik rá a napelem széle, ez az alumínium sín, akkor viszont jól megszívjátok. Ezeket hívjuk végzáróknak. Ezek kellnek a végéhez azért, mert itt be tud támasztani, tehát a közép, tehát a köztes tartó, mindjárt mutatom, hogy az is hogy néz ki, az azért nem jó, mert elbillen. Tehát mindenképpen végzárókat kell tennetek, mert itt szépen föltámaszkodik a sínre, és meg tud feszülni, és le tudja fogadni a napelemeket. És láthatjátok, hogy itt körülbelül 45-50 cm az, ami lelóg róla, és körülbelül egy olyan 1 méter távolságban van a 2-10-es napelemekhez viszonyítva, és ott a vége is körülbelül 40 cm lóg túl rajta. Nagyon fontos, hogy ne ereszétek túl itt a cserepeken. Én azért is hagytam bentebb, hogy itt ne tudjon elkapni a szél. Tehát ez egy fontos dolog, hogy azért ne tegyük magunkat ki így a vihar viszontagságainak, mert könnyen pórújártunk. És azért hagytuk itt kijebb ezeket a sineket, hogy itt, hogyha szervizelni kell, vagy bármit lehessen elvégezni, akkor ezekre szépen rá lehet állni, és ezen föl lehet menni itt a napelemek mellett, tehát ez is egy fontos dolog. A másik, amire érdemes odafigyelnetek, hogy nehogy véletlenül felhúzva hagyjátok alatta a cserepet, ez egy nagyon gyakori probléma szerintem, hogy elfelejtik visszahúzni a tetőkampóknál, meg úgy, hogy lehessen itt közlekedni a tetőn, ezért felhúzzák a tetőcserepeket, és van olyan tető, ahol nem így, mint nálunk, hogy belülről is meg lehet közelíteni, hanem mondjuk tetőfólia van rajta, ott nagyon megszívjátok ebben az esetben, tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy mielőtt a paneleket a helyére teszitek, előtt a mindenképpen húzzátok vissza a tetőcserepeket. Aztán majd folyamatosan beszámolok nektek arról, hogy mire érdemes odafigyelni, ha nem vagytok túlságosan gyakorlottak.
És figyeljetek oda a szakemberekre is. Hát most egy picit nem kedvez majd a szakembereknek ez, amit mondani fogok, de nem biztos, hogy mindenki ennyire precízen fölteszi ezeket a napelemeket, hogy ennyire kisíkolja, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem. Nagyon sok munka. Tehát ennek a sínnek ilyen nagyon rossz minőségű tetőn kiszintezni, az nagyon nem volt egyszerű. Nagyon nem volt egyszerű, és azért is engedtem ennyire le, hogy minél lejjebb legyen a terhelés. Tehát ahol az alsó sín van, az gyakorlatilag a padlástérnek a síkja, tehát ahol a sárfödémen van, tehát ott nyugszik gyakorlatilag a tető rajta, és a másik az 1 méterrel följebb van, tehát alig terhelem ezzel a tetőszerkezetet. De az nagyon fontos, hogy azért az esőcsatornába csepegjen le a hólé is, meg az eső is a napelemekről, tehát erre is oda, érdemes odafigyelni. Jó, azt talán mondtam, hogy UV-stabil, tehát UV-álló ilyen kötegelőket érdemes használni, és jó minőségű anyagokat használjatok, tehát itt minden rozsdamentes, illetve alumíniumból készült. Én nem akartam itt gagyizni, meg mókolni a tetőn. Én ott gondoltam, hogy egyszer kell rákölteni, és nem keveset, az igaz, de akkor jó minőségű sínekkel tudtok dolgozni, és jó minőségű anyagokkal. Na, én azt gondolom, hogy ennyi elég is lesz ennek a résznek. Ezek 450 wattos Canadian Solar panelek, majd megadom, hogy mi honnan szereztük be. Még 2 darabot szerintem hoznom kell. 450 wattot tudnak, és hát ilyen 40 volt, és amit láttátok, így rövid zárlati feszkóként, úgy 43-45 volt jön le belőlük árnyékban. Tehát napsugárzásban is szerintem körülbelül ennyi. Az ampert az körülbelül 10 ampert lehet maximum labor körülmények között kihozni belőle, ez fölmehet 12-re is, és majd megosztom veletek ezt is, hogy milyen paraméterei vannak. Mi még 75 ezer forintért, aztán talán 82 ezer forintért vásároltuk, most nem tudom, mennyi az ára ezeknek a paneleknek, de nagyon jó panelek tényleg, és itt láthatok benne egy ilyen osztást, tehát ez gyakorlatilag 2 darab panelből áll, és vannak benne diódák is, tehát diódázva is van, úgyhogy szerintem egy tök jó panel. Olyan durván 25 kilót nyom, úgyhogy nem volt egyszerű, de felcipelnünk.